Egyre közelebbinek tűnik a Jobbik pártszakadása. Torockai László, a párt korábbi alelnöke ezúttal gyűjtésbe kezdett az interneten, hogy meg tudja alakítani új platformját. Közben a pártvezetés fellépését több jobbikos sem nézi jó szemmel. Egyre többen lépnének ki a pártból és csatlakoznának Torockai Lászlóhoz. Vendégem Novák Eled, a Jobbik volt alelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye önt 2 éve kizárták a Jobbik frakciójából, és akkor felszólításra visszaadta a mandátumát is. Most szinte ugyanez a történet játszódik le a feleségével, Dúró Dórával. Ő még nem döntött a mandátumát illetően. Ön mit tanácsolt neki? Többen mondták neki, hogy ne adja vissza. Igen, mindenki meg van győződve az igazáról. Én viszont olyat javasoltam, amit más talán szinte senki neki, hogy fontolja meg. Hiszen mindenki meg van győződve, és nagyon határozottan javasolja azt, amiben hisz. Azonban azt gondolom, hogy nem jó, ha olyan elhamarkodott döntést hoz, mint ahogy az elnökség hozott, Dúró Dóra meghallgatása nélkül, amiről aztán a sajtóból kellett értesülje maga Dúró Dóra is. Hiszen ez egy bonyolult, összetett kérdés. Ezt a visszaifatósági intézményt egyébként magam javasoltam, egyébként egy külső neves civilekből álló egyfajta becsületbíróságra tettem annó javaslatot, nem pedig egy belső hatalomtechnikai eszközként, belső tisztogatásra, most jelen esetben azt gondolom, hogy jogellenesen és joga való visszaéléssel, koncepciós eljárás keretében valósítanak meg és élnek vissza ezzel a lehetőséggel. Tehát nálam én azt gondolom, hogy egy nagyfokú jó indulattal lehetett azt mondani, hogy jogszerű volt a mandátumból való visszahívásom, és magammal szemben, mint ennek az intézménynek az alapítója, ha szabad így fogalmazni, Gyöngyösi Márton is ezt mondta, most ugye egy tévészereplésében, én azt gondolom, hogy egy szigorúbb mércét állítottam magammal szemben. Azonban koncepciós eljárás esetén, mint amit most látunk sajnos többekkel szemben is a pártban, hogy belső tisztogatást folytatnak egy rendkívül szoros eredményű tisztújítás után, hiszen 46%-nyian szavaztak Torockai László által képviselt irányvonalra. Én azt gondolom, hogy ezután inkább a kiegyezésnek volna helye, nem pedig a tisztogatásnak. Itt ez a kiegyezés, ugye itt mindenki azt kérdezgeti, hogy vajon szétszakad-e a Jobbik. Ugye itt Torockai László új platformot szeretett volna alapítani, ugye őt is az elnökség gyakorlatilag kizárta a pártból. Itt a Jobbik, aki egy egységes képet mutató radikális nemzeti pártként indult, most arra eljutott egy eléggé ingatag, a szakadás szélén álló és egy nagy politikai hajtűkanyar után önmagát kereső formációvá. Hát fájó erről beszélni, de azt gondolom, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma, és ezért kettős mérce volna, hogyha az országgyűlésben tiltakoztam rendszeresen a titkosításokkal szemben, akkor most egyfajta 30 évre való titkosítással, csendes hallgatással asszisztálnék azokhoz a folyamatokhoz, amik itt zajlottak most az elmúlt hetekben. Nyilvánvalóan a választás előtt nem kívántuk a közösségünk eredményét rontani azzal, és nem is volt ideje annak, hogy átbeszéljük ezeket a problémákat, de egy bukott választás után, amikor a párt történetében először csökkent a párt százalékos eredménye, hiszen 20% fölötti eredményről most már 19,5% alá csökkentünk ezen az országgyűlési választáson, itt az ideje, hogy átbeszéljük a problémáinkat, hogy mit rontottak el. Én azt gondolom, hogy a lélekkufárkodáson kívül most már a párt pénzügyeiben is elég vállalhatatlan folyamatok vannak, éppen ezért mondtam le a tegnapi napon a pártalapítvány kuratóriumi tisztségéről, melyet társadalmi munkában fizetség nélkül végeztem. Azonban az, hogy hatalomtechnikai célokra használják, és így tudják, ilyen eszközökkel tudják például a frakciót is egyben tartani, ez nagyon idegen attól az eszmeiségtől, amelyen elindultunk a Jobbik alapító nyilatkozatának mentén Pongrácz Gergely által útnak indítva. Itt pont igen a lemondással kapcsolatban, ugye ön arról beszélt, hogy ez a hallgatás ára, ezek a pénzek. Ugye itt 4 leköszönt képviselő végkielégítéséről volt szó, hogy 3 havi apanást kapnának, és azt mondta, hogy ön ez a hallgatásért jár ez a pénz. Miről kellene hallgatni? Egészen pontosan ez ugye jár törvény szerint országgyűlési képviselőként egyfajta sajátos végkielégítésként 3 hónapnyi tiszteletdíj munkavégzés nélkül is. Ezt a törvény előírja, tehát nem ezt vitattam, hanem az, hogy emellé kapnak még 400 000 forintos nettó fizetést. Az első körben sikerült is megakadályozom, aztán újra szavazást rendeltek el, elég szövevényes, bonyolult ügy, amikor már megszavazta a kuratórium ezt a javaslatot. Tehát én azt gondolom, hogy elfogadhatatlan ez az eljárás, ez nem kívánok asszisztálni. Ugyanakkor szeretném kérni önöket itt a nyilvánosság erejénél is fogva, hogy a kettős mércét önök se alkalmazzák, sőt a törvényi kötelezettség a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményében örülnék, hogyha ennek a törvényi előírásnak elegettéve a különböző fideszes korrupciós ügyekről, amik ennél nyilvánvalóan sokkal súlyosabbak is hírt adnának, hiszen például az én fellépésem Simicska Lajos
jobbosak szemben. Ez nem új keletű, sőt ugye a párt prominenseinek, Vona Gábor bizalmasainak legutóbbi közlése szerint ugye ez vezetett a Jobbikból való eltávolításomhoz, hogy már jobbikos képviselőként, a Jobbik alelnökeként is szorgalmaztam rendszeresen az ő elszámoltatását. Feljelentést is tettem, amikor például a piaci ár 8-szorosáért folytatta a kormány propagandát ugye közpénzen az ő óriás plakátjain. És amikor ezekért úgymond leszúrást kaptam mondjuk Vona Gábor vagy Schneider Tamás részéről, ugye elektronikus levél formájában, tehát minden dokumentálható, ez vezetett egyrészt nyilvánvalóan az én háttérbeszorításomhoz, és a párt is egy olyan útra indult el, ami vállalhatatlan. Viszont a Fidesz az látható, hogy sem akkor, sem most nem akarja igazán mondjuk Simicska Lajost elszámoltatni. Tehát hogyha oknyomozó újságírásnak ma nem is látjuk sajnos nyomát sehol, vagy nagyon kevés helyen, azért örülnék, hogyha az ezzel kapcsolatos feljelentéseinket neki is teret adnának, mert nagyon sok és sokkal súlyosabb a Jobbikról, hogy hát csak ugye, arról beszélünk az utóbbi hetekben, és örülnék, a kiválásokkal kapcsolatban a frakcióból valóban egy harmada távozhat a képviselőknek, ahogy ezt olvassuk a sajtóban, illetve voltak itt utalások arra, hogy a Jobbik egyik alelnöke, aki talán megnevezett hírek szerint Volner János, hogy ő is támogatná például Toroczkai László platformját. Nem, erről nincs szó, épp arról beszélünk, hogy a frakció az rendkívül mértékben eltávolodott sajnos a pártól, és ilyen hatalomtechnikai eszközökkel érik el ezeket a rendkívül magas, nagy arányú egyetértéseket. Az igaz, hogy mondjuk Volner János nem támogatta Duró Dóra kizárását, mandátumból való lemondásra való felszólítását, ahogy Apáti István sem, tehát a párt két legmagasabb szavazatarányjal megválasztott két legnépszerűbb, legnagyobb legitimitású alelnöke, ezzel szembe ment nyíltan a frakcióülésen is felszólalt, ahogy Steinmetz Ádám olimpiai bajnok is, tehát vannak, akik nem értenek ezzel egyet, akik lelkiismereti tükre hallgatva fellépnek, de sajnos azt gondolom, hogy igenis nagyon sok mameluk ül nem csak a Fideszben, hanem a Jobbikban is, akik soha semmit nem képviselnek, mindenhez bólogatnak. És ön vállalna benne szerepet egyébként? Ez nagyon messzire vezető dolog. Jelenleg egy platformot hoztunk létre, hogy 10 évvel ezelőtt is. Annak volt 10 éve tagja a jelenlegi LP képviselője is a pártnak, jelenlegi alelnöke is a pártnak. Tehát ezek után egy ilyen alelnök például úgy szavazzon meg az elnökség is, hogy a lehető legsúlyosabb szankciót alkalmazzák, miközben 10 évvel ezelőtt egy platform alapításánál semmilyen szankció nem volt. Ez azt gondolom, hogy elfogadhatatlan kettős mérce, belső tisztogatás. Hogyha Toroczkai Lászlót valóban kizárják, ahogy az Gyöngyösi Márton már lényegében megjósolta, az azt gondolom, hogy valóban a pártszakadást fogja eredményezni. Én azt gondolom, hogy akkor nem lesz más lehetőségünk, erkölcsi kötelességünk lesz akkor ezt meglépni. Novák előadó volt a vendégünk, köszönjük, hogy remélem máskor, más ügyben is jöhetünk. Köszönöm szépen.